Sziasztok! Régóta és többen kéritek tőlünk, hogy foglalkozzunk egy kicsit részletesebben a világ különböző régióiban, különböző nációk által kitenyésztett és használt kutyafajtákkal. Mivel a kéréseitek mindig fontosak voltak számunkra, pontosan ezt fogjuk tenni a közeljövőben, és egy új sorozatot indítunk, amiben éppen ezeket fogjuk bemutatni nektek. E sorozat első részében Európa keleti és Ázsia nyugati részeire látogatunk el, és az Oroszországhoz tartozó legfontosabb kutyafajtákat mutatjuk be nektek. Ha kíváncsiak vagytok a sorozat többi részére is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra és megnyomni a harangombot, így mindig értesítéseket kaptok majd az új részekről. Fontos azt is elmondanunk, hogy ezek a filmek a Platinum Natural támogatásával készültek, készülnek el. Tegye boldoggá kutyáját! Egészséges zöldségekkel, gyógynövényekkel, értékes olajokkal és mindenekelőtt sok friss hússal. Mint a Platinumban. Minden egyes kilogramm Platinum szárasztáp 1,27 kilogramm friss húsból készül. Húsos, szaftos és ínycsiklandó. Az igazán boldog kutyákért. Rendelje meg most otthon a kényelméből. PlatinumNatural.hu. Oroszországról nem árt azt tudnunk, hogy jelenleg a világ legnagyobb kiterjedésű állama, ami Kelet-Európától a Távol-Keletig, azaz Észak-Ázsiáig húzódik, méretére jellemző, hogy mintegy 180 magyarországnyi terület tartozik az oroszok fennhatósága alá. A mostani ismereteink szerint mintegy 22 kutyafajta alakult ki ebben a régióban, vagy az egykori Szovjetunióhoz tartozó területeken. Ezek a fajták egy része kihalt, ilyen például a moszkvai vízikutya, vagy egyfajta a különböző alfajtái, mint például az 5 elismert lajka kutyafajta, vagy származásuk területük erősen vitatott, hiszen a volt Szovjetunió több, azóta önállósult állama is magának vallja őket. Mi ebben a listában azt a 11 fajtát választottuk ki, akik legszélesebb körben ismertek, de nem biztos, hogy az orosz származásukról tudomása van a kutyabarátoknak. 11. az orosz toy terrier. Ez az apró, alig 2-5 kg súlyú kiskutya, amelyik egykoron az orosz arisztokrácia és az uralkodó család kedvence is volt, egy rendkívül energikus és intelligens törpe terrier fajta, ami ebben a kategóriában Oroszországon kívül alig ismert, és szerencsére nem igazán vált divatkutyává. Az első világháború után kis híján eltűnt, az 1950-es évektől kezdődően élesztették újjá. 10. az orosz spániel. Az angol cocker és springer spánielekből tenyésztették ki, kifejezetten vadászati célokra. Az orosz tenyésztők egy hosszabb lábú, az ősöknél fejlettebb szaglású, apport munkára is kifejezetten alkalmas spániel verzió létrehozására törekedtek, ami a leírások szerint kifejezetten jól sikerült nekik. Oroszországon kívül kevéssé ismert, Amerikában például 2002-ben regisztrálták a legelső példányt. 9. Kelet-európai juhászkutya. Mint oly sok más orosz kutyafajta esetében, a kelet-európai juhászt is a szovjet katonai igények miatt hozták létre. A cél egy a német juhászok intelligenciájával és munkaképességével rendelkező, de a hideg időjárást jobban toleráló kutya létrehozása volt, aminek érdekében importált német juhászokat kereszteztek például közép-ázsiai juhászokkal. Ezek a kutyák nagyobbak, mint napjaink német juhászai, és sokkal kevésbé érintik a túltenyésztettség miatti deformitások őket. 8. A lajka. A lajka elnevezés tulajdonképpen nem is egyfajtára utal, hanem sok hasonló karakterű, elsősorban az észak-orosz területeken kialakított és használt vadászkutyára, amit hasonló célokra használtak az ott lakók. Az FCI egységesen északi típusú vadászkutyáknak nevezi őket, és legalább 5 lajka altípus ismert az angol száz országokban is. A vadászat mellett használták őket szánhúzásra, de ritkán pásztorkutyaként is. 7. A szamojéd. A sokak által kedvelt szamojéd kutyákat az Észak-Szibériában élő szamojéd népcsoportról nevezték el.
Ezt a fajtát az ott élők mindenes kutyaként használták, vadásztak velük, szánokat húztak, rénszarvas csordákat tereltek, és ha a szükség úgy hozta, ágymelegítő szerepét is betöltötték. Rendkívül kitartó és egészséges fajta, amit a nyugat-európaiak már a 20. század elején elkezdtek a sarkvidéki expedíciók céljaira is felhasználni. 6. az oroszagár vagy borzoly. Ezt a rendkívül szívós, bátor és kiváló vadász agárfajtát a 17. században kezdték el kialakítani Oroszországban arabagarak és más hosszú szőrű fajták keresztezésével. A cél a gyorsaság és a nagyfokú hidegtűrés kialakítása volt, ami ideálisnak bizonyult a hatalmas hideg orosz térségekben történő vadászatoknál. Az egész világon egyre elterjedtebb az északi területeken. 5. az orosz fekete terrier. Egy újabb orosz fajta, ami katonai célokat szolgált. Kitenyésztésükre az 1940-es években került sor a Szovjetunióban, és az alapot óriás naucerek, erdél terrierek, rottweilerek és kaukázusi juhászok szolgáltatták. Kiváló őrzővédő fajta, ami az egész világon egyre népszerűbb, már Amerikában is hatalmas rajongó táboruk van. 4. a moszkvai őrkutya. Szinte szóról szóra elmondhatjuk az előbb elmondottakat velük kapcsolatban is, azzal a különbséggel, hogy az alapot a Bernát-hegyi kutyák és a kaukázusi juhászok, valamint a foltos orosz kopók szolgáltatták. Sokan azt mondják velük kapcsolatban, hogy a fegyverek és a repülőgépek mellett a legjobban sikerült orosz termékek egyike, itt természetesen a terméket értsétek idézőjelben. 3. a szibériai husky. Ugyanaz orosz fajták közé sorolják őket, de ezt a nagyszerű kutyafajtát a Szibériában élő csukcsi népcsoportnak köszönhetjük, akik elsősorban szánhúzásra tenyésztették ki őket. Az északi, nordikus kutyafajták közül talán az egyik legismertebb és legelfogadottabb az egész világon, habár tartásával kapcsolatban igencsak megoszlanak a vélemények. A részletes fajta bemutatónkat meg tudjátok tekinteni a csatornánkon. 2. a közép-ázsiai juhászkutya. Papíron szintén az orosz fajták közé sorolják őket, de Közép-Ázsiában szinte minden népesség a saját fajtájaként kezeli ezt a nagyszerű, ősi pásztorkutya fajtát. Habár a származási helyük vitatott, de abban szinte mindenki egyetért, hogy talán az egyik leginkább rátermett és az egyik legkevésbé elrontott fajta, ami több évezredes múlt és kemény szelekció eredménye. Habár kezdőkutyás mellé nem való, egy hozzáértő mellett kiválótásnak tekinthetőek, és ezért respektjük az egész világon nő. 1. a kaukázusi juhászkutya. Kevés olyan fajta létezik, aminek az eredetét ennyien vindikálnák maguknak, hiszen szinte minden a Kaukázusokban élő népesség sajátjának tekinti ezt a kutyát. Kétség kívül van mit megvitatni a származásukon, az azonban vitathatatlan tény, hogy a kaukázusi juhászkutya a ma ismert formáját és karakterét a II. Világháború után nyerte el egy szovjet állami tenyészetben, és ebben az orosz kinológusoknak volt meghatározó szerepe. Napjainkra a kaukázusi már sokkal kevésbé pásztorkutya, mint inkább egy kiemelkedő, őrzővédő képességekkel rendelkező, nagytestű munkakutya. Ha tetszett nektek ez a sorozat, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra és a harangot is megnyomni, hogy értesítéseket kapjatok az új részekről. Köszönjük szépen a figyelmeteket!